Szép jó napot kívánok mindenkinek, szevasztok srácok, sziasztok, 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 itt vagyunk, kérem szépen egy egész korai időpontban, nem? Há, hogyne? Úgy vagyok vele, hogy most belekezdünk a dolgokba, és rosszul csináltam egy-két dolgot, ugyanis ezt még módosítom. Ma még később. Na, kicsit módosítottam a Facebookos kiírást. Szevasz, Misi Fun Factory, MBD, Ádám, Attil, mármint Ádám és Attila, Indi, Lóránt is itt van, szevasztok, szevasztok. Kérem szépen, alásan vadászkodni fogunk. Ahogy a cím is mondja, újra kezdjük a dolgokat. Kérdezhetitek, hogy miért kezdjük újra. Hát azért kezdjük újra, mert jött hozzá egy jó kis termetes patch, frissítés. És ez olyan faszául sikerült, hogy hazavágta a mentésemet. Tehát nagyon örültem neki. Barátomra nem vágta haza a mentést, tehát nem tudom, hogy ez mennyire jellemző a játékra, de közben én indítom el a dolgokat. Még itt is tele kell frissülnie. Vagy nem. Nem kellett frissíteni levelet, leszett a veled közben. Mindjárt látni fogjátok ti is. Pik. Jaj, de jó, ennyi mindent beállítottál. Hogy dögöljön meg a gépem. Igen. Így is jó. Ez kell szerintem, hogy ez. Így is jó. Jó, motion blur nincsen. Mindjárt kaptok képet egyébként. Most legalábbis gyorsan beállítom. Mégpedig ide egyet. Game capture. Hunter. Beállítom ezeket a jeleneteket ide, vagy forrásokat. És akkor végre már nem kell ezzel szarozni, ha ezzel a játékkal játszanék esetleg. Lehet, hogy mindjárt kifagyunk, befagyunk. Wow! Milyen izébe vagyok én? Felbontásba. Milyen felbontásban vagy? Ez a 1920-szor. 1080. Én nem értem akkor mi a... Na, most jónak tűnik. Ja, mert lehet, hogy ilyen ablakos mód féri, meddig ezért szarakszik. Jó.
Így lesz a jó, bizonyám. Okay. Nem bírom átírni, de... Így. Jó. Na most már tényleg jók lesztek. Lássalak titeket is. Így, né? Stream trip, hogyha esetleg valaki úgy gondolná, hogy az, akkor lássam. És akkor minden igaz, akkor most már jók leszünk. Kérem szépen, Anásod, akkor most már így üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok, így most egy kicsit ilyen péntek korai live-ban vagyunk. Tudom, hogy egy jó pára valószínűleg lehet még iskolában vannak, stb. Én úgy gondoltam, hogy live-ozzunk egyet, én pedig a Hunterre folytatjuk valamilyen szinten, de újra kezdjük. És akkor jöttek itt a kérdések, hogy miért lett újrakezdés. Azért lett újrakezdés, mert nem én akartam újrakezdeni, jött egy 1,3 GB-os patch a játékhoz. Nagyon-nagyon sok mindent leírtak, hogy ez meg az volt, meg ezt javítottak, azt javítottak. És hát sajnos, vagy nem sajnos, de eddig úgy néz ki, hogy kicsit rosszabb lett a játék, mint hogy jobb lett volna. Olyan panaszokat olvastam, hogy hamar ki lehet unlockolni a fegyvereket, stb. Rengeteg fagyás van benne, amit én tapasztaltam eddig. És hát ez a másik dolog, hogy a új játékot, vagy elvesztek a misszióim, ugyanúgy egyes szintű lettem, pedig már négyes szintű voltam. Tehát eléggé így gáz volt a dolog. Hogy most azt fogjuk csinálni, hogy megint New Game-re megyek, és most végre kirakja, hogy starting a new game will delete of all of your previous progress, do you wish to proceed? Megkérdezi, hogy hát hogyha új játékot kezdesz, akkor az valószínűleg el fogja törölni az összes eddigi álláspontjaidat, minden egyéb folyamataidat, hogy biztos ezt akarod, és kurva jó, hogy én a continue-ra mentem, és valami erre a játék úgy érzékelte, mint újat kezdenék, és tökre leresztelte a dolgaimat, hogy igen. Oké. Okay. Rámegyek és visszadom. Ez mi? Na. Tehát... ugye itt lehet választani egy férfi vagy női karakter, nyilván három tónus közül lehet választani. Nyilván mindenféle bőrszín van. Vagyis ha elfogadtak, akkor A tónus, ugye Hirschfeldemben vagy a Leighton Lake-be. Hirschfeldemben kezdünk. Start. Servus, AMG. Hi, I heard you'd finally arrived. Welcome to Central Europe. Na, már például Epic Man unlocked. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfeld. Én még semmit sem csináltam, de már kinyitottam dolgokat. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular all hunting tastes. It's also the most beautiful place on earth. No, I'm not biased at all. Szóval ez a helyzet ezzel a drágátos játékkal. Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Valamit egy kicsit állítunk. Grafitson. De az a legjobb, hogy beállítottam, és kurvára nem menti el. Tehát... borzasztó. Talán valamit értünk is el. Vagy sem. Nem érzékelek különbséget. Hát azért itt már van különbség. Legalábbis az FPS számban. Jó.
Ugye itt van a kis GPS-ünk. Ugye első, hát most végig kell mennünk a missziókkal, a tutoriálokon, akárhogy nézzük. Szavazd, Dávid. És... Tehát újra el kell kezdenünk a missziókat, meg stb. Stb. És hát... There's no shortage of ways to earn money as a hunter. Nagyon remélem, hogy... Hogy... Nem lesz gáz. Az Isten itt neki már. Most Goel ebből megy a izé, hogy miből, mennyiből jön ki a PC. Tehát... Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Én nem tudom, eddig szerintem tök jól futott, most valamiért. Nem az igazi. Tehát mostani küldetésünk az, amikor elkezdünk egy játékot, hogy nyomozzak le egy nyomot. Találjak meg egy nyomot, inkább úgy lehet mondani. Lőjek egy állatra, és hát nyilván gyűjtsem is be. Még nem egyszerű dolog. Jöjjünk erre! Careful, the underbrush can be a bit noisy this time of year. Hát, igen, a róka most hagyjon, ha kérhetem. Jobban örülnék egy szarvasnak. Listen. Did you hear that? Did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Exercise, are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Elvileg itt valami lesz. Ha is egy nyom. Szerintem valami kajáda területe lesz a szarvasoknak.
track of where the wind is blowing. Animals will pick up your scent easily if they're downwind from you. Huh? Itt leszek a tisztáson valahol. Valami. Gyere! Hívjuk! Kis köcsök. Közelben persze sehol még egy szarvas, mi? Semmi nem maradt meg, tehát teljesen nulláról indultam, vagy indított a játék patch után. Semmi nem maradt meg, és úgy elismert a kedve az egésztől aznap, tegnap, hogy az ezt hihetetlen, azt mondom, ez mi szarság, jön egy patchbe, az meg az hát szétbassza azért a mentésedet. Pedig nem early access, semmi nem azért, tehát most azért a fejlesztőkre haragszom. És akkor valaki írta, hogy hát akkor le kell menteni a dolgokat, minden patch előtt. Persze, majd minden patch előtt majd manuális mentéseket csinálok a dolgaimra. Hagyjuk már. Kompatibilissel kell tenni a régebb izéket, az kész. Lesz tudunk építeni. Visszarosolva erre jártál? Egyébként igen, haver akart a próbálás, ő is frissítette, és ő neki szintén helyet kellett játszani. Hát, na. De ne, Róka, jöjjön már erre. Az a baj, a Rókával szart se érek, mert ugye nincs Róka hívogatom, amit jó 10 000 zsetonért megvettem annól.
shots. Heart and lung shots mean quicker kills, less painful. Most milyen jó lenne a hívogató. Kettő is van. Take a deep breath to steady your aim. Elindul. Biztos, hogy mindjárt elindul, ami egy kis ilyen. Ennyi volt, kész. Megarrálj el, de elkaplak. Sounds like Gerlinda could use a hand. Nem hiszem, hogy azért nincsen szarvasok. Na, közül engedt a pára, vagy mi is tekered? Kár neked. De ne róka jöjjön már, az ég áldja meg ezeket. Akkor meg lesz majd izém, hívom, róka hívom, persze addig megmarad mindenem. Akkor bezzeg, ott fut a kis köcsök. Ezek egy dekaróka nem fog erre jönni. Wow, you're a fast learner. Lore. De mi ez a lore, azt nem tudom. Ez mind rókanyom. Helyett ez már szarvas. Na, végre már egy őzike. Szevasz Infinity. Aki új lenne, annak mondanám, hogy az új patch tönkretette a mentésemet. Közelbe. Itt van mi? Jó, ne, jó, nem vett észre talán. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Ó, hát ez itt döglött meg, találjálnak. Jéj, végre! Ó, hát ez videóval elkaptam. Spread out all over the reserve. Lookout points. Akkor elmegyünk, mert úgyis oda akarom menni. Egy kis türelmet kérek, mert persze mindig, amikor az ember akar valamit csinálni, mindig akkor hívják telefonon. Szóval... Bill.
No, bocsánatot kérek, hogy így eltűntem itt pár percre. Ez a videózás átka, hogy az ember elkezd valamit, aztán biztos, hogy akkor csörgetnek állandóan. No, kérem szépen, Anása, végre valahára öltünk már egy őzikét. Itt pedig kajáda van. Még pedig Eating Zone. Még pedig a Dán szarvasnak, mert elvég a Fellow Deer az a Dán szarvas. Igazából itt van egy ilyen levéljel, ez nem tudom mit akartak válni, oké, hogy itt valaki kajára gondolom, ez hirtelen mutatta. Itt volt egy jel, vagy egy hang. De igazából nekünk most nem az a lényeg. A missziónk az, hogy ez a kilátóhoz eljussunk. 80-an itt vagytok, hát bízom benne, hogy minél többen itt vagytok, hogy itt lesztek. Jó, megmondtad már, hogy baze. Akkor aludjál, Shepard Games. Ez úgy fájni a fejed, meg összeomlik az egész rendszer, aztán jaj. Szóval nagyon remélem, hogy most már a játék javulgat olyan téren, hogy megmaradnak a dolgaim. From here, you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. Skill point. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Na, és akkor itt van a skill pointjaink. Ugye Stalker és Ambusher közül lehet választani, ugye, és akkor ezáltal ugye a képességeink növekednek, meg jobbak lesznek. Tehát például a nyomkövetés jobb lesz, jobban ki meg tudja állapítani a dolgokat a nyomokból, csökkenti a láthatóságot ködös és esős időben, 15%-kal növekszik az életerőm. Ó, ez... Ez jó. Például ez pont a Hunter Mate, ugye a GPS-es cuccunk, ezen jelöli a nyomokat, amikor nézegetem, és akkor nyilván mutatja. Akkor ugye ez redukálja, úgymond csökkenti a hangot, ugye egy sokkal lágyabb lépteim lesznek. Ez nem tudom, ez mi, mert ez már talán van hazud, nem biztos. Én mikor, meg jobban meg fogom érezni, hogy mikor változik eső, meg minden, aha. Hát ugye ez a szívdobogás jobban csökkenti a látást, ugye mármint, hogy engem ne vegyenek észre a bokrok között vagyok.
stb. Stb. Ugye van akkor a másik, ez meg ugye ilyen fegyverekkel, sprék, hívogatók, stb. Stb. Ezekkel kapcsolatos dolgok vannak. Tehát ezzel lehet így szórakozni. Én azt mondom, hogy a nyomokkal kezdjük, jó? És akkor ugye így a tier 0 megnyílt, vagy a tier 0 megvolt, és akkor a tier 1-gyel lehet majd itt szórakozni, és szerintem majd erre megyek. Mert ez nagyon jó lenne nekünk. Jó. Közben ott valami volt. Na megyünk el, azt mondja a házikónkhoz, közben azért leborult. Százan itt vagytok, nagyon szépen köszönöm. Akkor ennek a 100 embernek legalább elmondom, közben a rókát leszarjuk, a vörös fókát, ugye, hogy a Hunter után egyébként nem sokkal folytatni fogom a Forma 1-et is. Na de remélem bannoljátok az ilyen élettelen noobokat. Na, a lényeg az egészben, hogy mit akartam, hogy a Hunter után egy olyan fél hat körül szerintem folytatni fogom a Forma 1-es karrieremet. Oroszország következik. Nagyon remélem, hogy nem ilyen folytonos eső lesz, mint Kínában, mert az nagyon unalmas volt és nagyon szar volt, és ahogy kiejtette, hogy eső, már itt a játékban is megjelent az eső. Tehát igen, Infinity is írja, sok minden lesz, tehát Hunter után kedvencetek Forma 1 folytatódik, és utána este fele, ahogy a Forma 1-nek vége, egy kis szünettel NBA lesz. Nem tudom, hogy az NBA az My Team vagy My Career, de amikor lehet a My Career lesz, van a My Team, ugye az eléggé necces. Lehet, hogy a My Team-be egy kicsit csalni fogok olyan téren, mint a FIFA-ba lehet venni ugye My Team pontokat. Bízom benne, mert 2K-nél nincs olyan szigorúság, de ezzel kapcsolatosan lehet írni kommentet, mint az EA-nél. Bannolom baze! Itt is esik az eső, az jó. Na, közben megyünk az Outposthoz, alias vadászház. Ennél a háznál lehet pihenni, és a felszereléseinket is tuningolni, vagy újakat venni, vagy nyilván ez ilyen fast travel pontok. Tehát zónáról zónára ide lehet jönni. Egyébként itt sincs jobb idő, Békés Csaván. Itt is majd esni fog hamarosan az eső. Hát oroszlán azért nincs. Ez nem Afrika. Medve viszont van. Fekete medvére lehet vadászni. De azt ne kérjétek most tőlem, hogy én majd medvére vadászok, mert lószart se érek vele. Na és akkor most jön egy kedvencünk. Ott az mi? Hát a... mi vagy? Az mi? Szarvas aggacs. Oh, you found a shed! I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I still have it at home. Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. I think I mentioned Gerlinda, right? Oh. Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Come to find me. She's got a small obsession. Internet harcosokat bírunk. If you want a neat challenge to pass the time when not hunting, many of the animals are shedding their antlers this time of year. Pokémon volt. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for some. Moderátoraimat kérdezem, hogy specific. Miért nem pannolunk? Tehát... So I thought I'd pass along her offer.
Itt hagytok, akkor azt gondolom, csak tudtok mondani, nem? She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort. If you were looking to help out Gerlinda with that picture, you're in the right place. You're in Rattenfeld. Gerlinda is lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it. Mi az, hogy fel van függesztve? Ha valaki fel van függesztve, akkor hogy a faszomba tud írni? Tehát YouTube, fuck me. Na mindegy akkor. Jó. Nem kell fizetni azért, hogy kilőj egy állatot, kedves Máté. No, kérem szépen aláson, jön a nagyon nehéz feladat. Rattem, hol vagyok én most? Ez a terület, mi ez? Rattem fel, de jó mondtam. Ezen a területen... el kéne kapnunk egy fotót a szarvasokról. Akkor javítom, igen, egy tévedő kimaradt, köszönöm szépen, hogy szóltál. Nem baj, Nightbot elintézi. Miért kezdtem előről? Nem, vagyis hát előről kezdtem már. Azért kezdtem előről, mert a patch-el elveszett mindent. Tehát olyan aranyos volt a játék, hogy törölte a dolgokat. És akkor bemérgettem magam, és úgy voltam vele, hogy akkor kezdjük előről. Na! Kéne találnunk egy olyan területet, szerintem ezek a lila foltok, ezek azok, ahol megfordulnak inkább az állatok, gondolom én legalábbis. Csak pont szembeszéle, vagy hátszéle megyek. Mókusz! Mókusz, le lehet lőni, de pont ott nem fogsz kapni, tehát. Igen, szép játék, de szép a grafikája. Hú, de megjött az eső. Még ha dörögni is fog, akkor ne jegyetek meg, mert olyan életelő dörgés hangot raktak bele, hogy a múltkor azért kicsit rámozta a frászt. Szóval az újaknak mondanám, hogy... A Hunter után nem sokkal jön majd a Forma 1,
karrier, és este fele meg várható NBA. Na jó, kijövök akkor. És rákezd! Ezt jó megcsináltál, bejössz a fák közé, akkor eláll az eső. Na, ez tök jó. Nyilván esik itt is az eső valamennyire, de te ezt legalább jól megcsinálták, hogy na. Na, kövessünk nyomokat, és próbáljuk lefotózni a szarvast. Nincs. Sajnos nincs. Úgy olvastam, hogy a fejlesztők tervezik a multilanguage-et, tehát lehet be is fogok nekik írni, hogy gyerekek, hát a sima klasszikus játékban benne van a magyar nyelv hivatalosan, akkor ebbe miért nem lehet belerakni? Na és akkor itt hol van a nyoma? Eddig tartott a nyom. Kövessük ezt a nyomot. Hú, de esik az eső. Konkrétan visszamehet ugyanoda. Azt nézzük. De jöjjünk erre. Ó, azért már áll a víz. Esőbe szerintem nem a legegyszerűbb vadászni. NBA. Az lesz majd F1 után. Mert a rókanyomokkal hagyjon a játék inkább. Jó kis szembe, hátszélre jövök. Ez gyors volt. Na, hívjuk állatot, hátha. Pokolusszal ezt a játékot? Na, miért ne hülyeség? Hát de nem támogatja hivatalosan, tehát...
még azt, hogy nincs egy... Ott van. Arra lesz valamilyen szarvas. Még jó, hogy arra jöttem egyébként, tehát... Ha mondjuk egy Shepard Games Hunton nem is várta volna más, hogy azt mondott, hogy a Mass Effect Andromeda nem fog jutni. Az N7-es logóddal, meg a Shepard névvel. Ez mi volt? Megjavul az R6, akkor várható belőle videó? Az életben nem fog megjavulni. Amíg a Ubifos ennyire fos, nem fog megjavulni. Bélával azóta beszéltem, hogy nagy ritkán játszik vele a napokban, aztán igazából ennyi. De ő is azt mondta, hogy nem is baj, nem játszott, mert rakásszar a játék, ugyanúgy. Nem hiába adnak Renové boostot most benne, talán, ha jól tudom, 7 naposat kapott mindenki. Na? Őzike nem akar jönni, vagy valaki? Főleg egy szarvas. Igazából megmondom őszintén, lehet, hogy cseles leszek. Ugyanis nem messze van a kajáda. És itt írja azt, hogy 5-től 9-ig itt szoktak kajálni. Tehát akkor lehet jobban járok, ha elmegyek lepihenni. Aztán jövök, az úgy fotózok, tehát. Egyébként igen, sajnos nagyon csillette jár. Mókus. Na ez a baj, és sokszor a kis állatok is akkora nezt tudnak kelteni, hogy rohadt. Nehéz eldönteni. Jó, mert szembeszél van. Valahol itt volt a közelben a szarvas. Valahol. Hívogassuk csak. Hát ez visszafele. Meg ez Roadier. Aki nem Roadier kell. Nem szarvas. Még pedig ez a szarvas. Kurva anyádat, hülye mókus. Hol
volt szó a McLaren Ferrari-ról egyébként. Mármint ti beszélgettetek. Hát igazából Ferrari nekem nem sokat változott. Olyan úgy piros. A Merci az brutálisan néz ki szerintem, az jó lett. A McLaren meg egy kis képet láttam már róla, de igazából idegen hagyott, de ez a narancssárga fekete, ez nem egy rossz kombináció, és igazából ennyi. Szerintem a Ferrari sajnos az idén se lesz ott a topba. Sajnálom őket ezért, mert már megérdemelnének egy sikert. Nem akar dőlni egy valamit el? Zőzünk, tehát... Vagy bárki. Steam-es játék, igen. Itt is valami kajáda van. Itt szokta pihenni. Nullától 5 óráig. Na! Én amondom vagyok, hogy elmegyek a házikóhoz. Lepihenő, jó korán, délbe. És... Reg... Vagy nem. Reggel visszajönnénk a kajáda helyhez. És akkor úgy... fotózni, mert most ugye az a küldetés, hogy take a picture of a fellow deer, tehát hogy készítsek egy képet a dán szarvasról, és ez egy rohadt nehéz feladat egyébként. Tényleg az izéhez kéne jönnöm ide a itatóhoz. Nem messze van innen a vid... Hogyne! Na, itt le tudnánk talán fotózni egy szarvast. Nagyon jó lenne, mert... Ó.
Köszi a részvételt, Máté. Azt, hogy ez jó. I think you need to get a bit closer for a clearer picture. De ebből minek kell neked bit closer? Gyere vissza. Gyere vissza. Rohadjál meg. Én ezt ide hívom. Most, hát, ha itt a buxusba nem lát meg. Sajnos igen, az élet az erről szól. Hú, de sokkal vagytok ti ott, hallod? Hogy nekem nem ősz kéne, hanem szarvas. Ezek milyen jól elkocsmáznak a túloldalt. És így a nyulak, bazd meg! Én még nem értettem, mi a franc megy itt mellette, amit én nem látom. Hallok valami mozog itt, de...
ez ilyen ittó. Droppings. Beleszartál a vízbe, bazd meg! Nem szégyeled ma? Árnyék. Erre mozdulj, baszd meg. I just received the picture. Oh! Ennél beautiful, az nem is fogsz kapni, bazd meg. Gyere közelebb, gyere közelebb. Family is Robert Zuma, and he's very supportive of the hunting reserve. Well, as long as it doesn't get in his way. You see, the Zuma family business has an agricultural arm. The grain and corn fields spread throughout half of the reserve. Unfortunately, fallow deer love corn. Szavaz durvó. Voltak olyanok egyébként. Zuma usually turns to Gerlinda to keep the fallows off his fields, but she's been bogged down with the book lately. If you feel like hunting some fallow deer in Petersheim, Zomer will make it worth your while. Kaptunk 565 pontot. Ah, gyereke! Flash, heart, right lung, tehát hús, szív és jobb tüdőt érte ez a töltény. Hát néztem is volna, ezt túlélni. 70 vagy 75 kilós. 42 méterről lőttem le. Hát very easy a difficult. No. Egyébként igen, a túloldalt ott voltak a őzek. Nem tudom, hogy még mindig ott vannak. De szerintem ettől a lövöldözéstől úgy megértek, mint a szar. Ott voltak, ott ittak egyébként, tehát itt kérdezi valaki, hogy szoktak-e a tónán inni? Szoktak. Elmegyek ahhoz a házikóhoz akkor. Hát ott is van egy szarvas, de most el kell vennem ez a Petersen kukoricaföldekre. Nekem van PlayStation 4-em. És nem jelentném meg. Itt szoktak inni. És pont ez időtáj.
itt valami villog. Ej, pick up! Ez az, 80 XP. Vannak ilyenek is, aha. Tehát itt szoktak írni az állatok. Ezt meg is jelöltem itt a tóhelynek. De mi ezek a hangok? Ezek olyan, mint valami démonok lennének itt. What the fuck? Ez mi? Elvett a fókusz a kamerámról. Lehet, hogy be van úgy állítva. Ilyen kontrollerje a webcamomnak. Na, nincs bekapcsolva autofókusz. Autokókusz. Sokan itt vagytok, sziasztok! Éri cse vagyok? Beleolvadok itt a sok sárga levélbe. Ott is, az drinkinggel. Te is drinkinggel, mindegyik a... Fellow deer. Ja, ez a nőstény fajta. Ide elbújtatok, mi? Hát sajnos az egyik kötök halott lesz. Még pedig szerintem te, mert nagyon így itt vagy előttemben. Jobb lenne, ha hirtelen látnálak is. Pont szembeszelünk van. Gyerünk. Vegyél már levegő, akkor ne vegyél levegő. Hát itt csak egy ölés lesz. Gyerünk már! Fejed fel! Mindenki másban fölrakja a fejét, bazd meg, az az egy nap. What the fuck? Ha mi? Hát azt hittem, hogy én felém fordulok. Mi volt ez a dörgés meg minden? Azt a kurva eget. És most akkor döntsd el, hogy mi van. Lol. Hát ezek így többen voltak. Tehát én egy gránát azért jól jött volna. Szevasz Games Dead-ed. Na. Meg kéne találnunk a nyomát a vérzőknek.
Írta valaki, hogy gerincre is lehet lőni. Legközelebb megpróbálok gerincre lőni. Mert ez is egyértelmű, hogy a gerincre lőd akkor. Ha az tovább fut, bazd meg, akkor kurva jó gerince van. Jaj, te itt jössz velem szembe? Hát nagyon aranyos vagy. Meg fogsz ijedni. Mi az Isten fasza volt ez, bazd meg? Most ugye csak szórakozol velem, és nem is találtam el ilyen közelről, vagy mi van? Ez mi volt? Baszki! Hát oké, hogy ford a fegyver, bazd meg, de ne ennyire! LOL! Oh my god! Hát what the fuck volt ez? Na, itt a vérnyom legalább, ezt már tudjuk le hátra követni. De ez nem azért a vérnyom volt, tehát... LOL! Milyen mission találtam el, vagy mi volt? Kunyú, kunyú, bizony kunyú. Én mindig tudok kunyúzni. Nézzük a missionöket, ugye vannak küldetések. Picture, igen. ID calls, igen. Saving, Sunnerfield, jó. Jelen akkor. Hát a baszki! Hát itt volt velem szembe, hát ott van! Ott futnak át is dögök! Na hol van közben a hullajelöltünk? Rambó vagyok, bazd meg! Na, hogy vagyunk? Előbb találjuk meg a hullát. Az vér. Az vér. Ami visszafele mutat. Nagyon ügyes vagy. Ez is vér, ez meg már erre fele mutat. Itt kurva sokan vannak. Itt megint van. Tehát ezt így imádom, akkor így... Ez ilyen, nagyon ilyen trükkös. Hát de bazze, hát most még ha levél van előtted, azért egy golyó csak nem fog fel olyan közelről. Bazd meg. Most nem tudom, hogy megsebeztem-e azt a... Hát, baszki! Hát ezzel le vagy a döbbenve még mindig.
Hát szerintem az itt volt, hogy 3 méteren belül, és úgy becéloztam a... a mellkasát, ugye, mert ott van neki a főbb szerve, ugye, tüdő, szív. Rainbow egy ideig biztos nem lesz. Még őzikét. Hát, baszki. Ha mi lesz később egy vizé? Egy vadkannal, vagy... Már bocs, ha itt vagy. De miért titek? Vagy egy medvével? Hát a... Egy őzet, bazd meg, 3 méterről nem bír kinyírni ez a fegyver, akkor mi lesz azokkal? Értem én, hogy húz a fegyver, meg rúg a fegyver, meg mindent csinál. Tehát azért 3 méterről akármennyire is húz meg rúg azért. Ha... Tehát... Na, itt... Ez pont egy nagyon jó kis... Te nem mész el sehova, azt ugye tudod? Na azért. Gerincen találta, bazze! Jó, hát trophy rating azért nem trophy, mert ugye nőstény, tehát... De leszarom, mert 568 pénzt adott, meg 106 XP-t. Na, mi a küldetés? ID calls from two different fellow deer. Hogy két különböző dánszarvasnak a hívását kell-e. Krekkinggel, nem Schoenfeld areában. És Schoenfeld... Vagy mi az? Akkor nekünk... De eljöttünk, azért halljátok-e. Nekünk el kell mennünk ide. Nagyon fasz. Mennyi pénze? 8000. Lőni kéne még vagy egy szarvast. Van perk pontom, figyeled. Perkünk is van. Itt vannak a perkek. Tehát az a... Mi ez? Ugye kézi fegyver, shotgun, a puskák, és ugye íjászat. Na most nekünk ugye... Nem headgununk van. Nekünk rifles kell. Muscle memory. Unlocks the ability to ready your next shot without leaving aim mode. Tehát jobban tudok majd készülni a következő lésebe, miközben kijönnék a közelség izőt. Igen. Engels. Miközben futok, tudok majd tölteni. Shotgun. Archery. Jó. Legyen ez. Baj.
skills, van skillünk is, bizonyám. Ezt szeretném, ezt a dottosat. Tehát én ezt a tier... Van. Nincs ez skillünk? Ja, nincs, bocs, nulla. Igen. Ezt kell nézni, nem ez. Jó. Hát akkor közelbe kéne még vadásznunk, hogy legyen 10 000. Hányan szintű vagyok egyébként? Ó, már 3 szintű vagyok, akkor már lassan visszanyerem azt, amit kell. Lehet menni ilyen is. Majd, ha visszatértem a vadászlakra, akkor megmutatom, hogy milyen fegyvereket közül lehet választani. Szóval visszatérek a vadászlakra, akkor ott veszek majd. Mi a fené? Olyan hívót, sípot, amivel a rókákat lehet csalogatni. Hát csak az a baj, hogy hiába ugatsz. Meg itt tanácsolták is egy páran a múltkori adásba, hogy az ilyen rókákat a legjobban ott tudsz elkapni, hogyha lesről hívogatod őket. Tehát, vagy így a földön ugye vannak ilyen sátrak, ugye faházikók, vagy ilyen takart lesek, vagy ugye ilyen megépített magas les, és akkor onnan tudod lelőni a rókákat is. Így földről földről lehetetlen. Kihovasunk már valakiket, hogy... Én nem megyek íjjal? Hát azért nem megyek íjjal, mert nincs meg még az a szintem, amikor íjjal tudok menni. Tehát majd ha visszaérünk, mondom, a vadászlakhoz, akkor elmondok mindent részletesen. Valami ősz, vagy szarvas. Az is jó. Csak kettő biztos, hogy lőnünk kéne, és jókat kéne lőni. Főleg egy szarvas lenne jó, mert azzal legalább már egy 1000-es zsetont kapunk. Viletu, az. Tudunk odaépíteni. Vagy már ideje nem adnak ki hangokat se az állatok. Igen, ott magas lesz. Vagy sima le, de ezt azért nem akarom megépíteni, akkor nem bírom gyűjteni azért, mert ez legalább 1007 és 2001 között szokott lenni a kreditje. Ez valami nagy cucc, ez tudja, hogy 2001 egyet meg nem költök most, ne haragudjatok rá.
Szerintem visszamegyek a házikóhoz. Az így erre van. És akkor ott amúgy is pihenek egyet, és akkor reggel visszatérünk a kajáldájukhoz a szarvasoknak. Belopakodunk. Pont a legszarabb helyen vagyok egyébként, mert megint akkora hátszerem van, mint annak a rendje. Szóval tudom, hogy ott van a iránytű. És... az iránytűnél van ez a zöld ilyen háromszög. Én úgy fogalmaztam, hogy tehát így van, akkor az azt jelzi, hogy így hátulról így terjeszti a szél, a bűzömet. Az a legjobb, hogy felhúd ilyenek így eszközben meg üzét ad ki ősz hangot. Igen, a Hunter után lesz. Már megint fúrnak, a faszom ki vagy állandóan fúrnak itt. Közben már olyan lukas lesz az épület, mint a svájci sajt. Mi a fasz lehet ennyit fúrni állandóan? Miért nem látom? De látom, ott van. Ott vannak, hoppá! Páré! Hát mondjuk... Ne, ugye nem mentél le? A baj, hogy...
Megsebeztem, aztán kérdés, hogy... Hogy hogy? Veszteség, tehát... És innen már nem tudja, hogy melyik az, tehát hirtelen elvesztettük a nyomot. Lord! Eddig azért a Ryan mutatta, ugye a kék színnel jelölt nyomok az ugyanaz az állathoz tartoznak, a fehérek meg teljesen tök újabb. Akkor nem érteném, hogy... És akkor hová lett a nyom? Tehát... Ott van mi? Tessék. És akkor ezek közül egy se? Ott van még egy vérnyom. Ez köcsögve, ez nem? De várjatok már, most akkor ez... Most több állatvérnyoma, vagy? Hát én most nem értem azt a játékot így hirtelen. Megint más. Szerintem ő nem úgy mutatja, és ez így csalóka. Itt is van vérgyó. Na eljött. Van lábgyom is. Igen. Na, hát most... Ennyi év fele. Igen. Vérjön. Most már erre. Ez komolyan, ez körbe-körbe rohangál. Igen. És most akkor arra. Ez a vérjön. Lefele. Ez a vérjön. Arra fele. És így... What the fuck? Tehát... Itt is van vérnyom. Ez megint visszafele mutat. De itt is van vérnyom, talán nem. Hát igen, tehát azért jó, hogy veri lóva vérzés, de hát azért... David, de itt megyünk a házikóhoz, az a biztos. Úgy is szarirányba megyek.
Oké, megint vér, de hát ez lefele utat. Ide szart egyet, igen. És akkor döntsd el. Ez most megint erre utat. Megint vér, arra utat. Tehát így egy körbe-körbe megyünk, aztán cső van. Ez megint erre utat. Tehát az ilyen, ha meglőttél, akkor össze-vissza rohangálok, aztán döntsd el, melyik vagyok én, meg mit tudom én. Gyere, nyilván is vele van. Team speak-et. Itt van Raid Boss, szevasz Raid Boss. És akkor ott van a vadászlak. És akkor szerintem azt fogjuk csinálni, hogy pihenünk. És akkor utána közelben van a kajárdájuk, majd reggel. Oda el kell osonnunk. És akkor hát ha tudunk ölni szarvast. No. De milyen pihenénk? Itt van, amit mondtam, hogy mit lehet venni. Ugye minden fegyvert úgy tudsz újakat venni. Ugye nekem most ez a Ranger 243-as fegyverem van. És itt van 15 000, 2000, 40 000, lalalala. Én bocsánat, 50-re én is. Ott van egy rifle score, tehát 1925 kell, és akkor van 110. Tehát hiába lenne 40 000 zsetonom, nem bírnám még akkor sem megvenni, hogyha nincsen rifle score-om. Tehát itt van a Bows. Na, mondjuk ilyet tudnék venni. 10 000-ért. De hozzá nyíl, az már 300 000. Ugye hány gram most gondolom, az az, mennyire nehéz. Szóval, és akkor itt van Callers, és akkor ezt a Predator cuccot tudom megvenni, de nincs ennyi zsetonom. Ez mi? Antilopok az vagy? Lehet venni egy ruhát, elsősegélynyújtás, spréket. Ezért vannak árak. Na, legyünk töltényt. Ugye ez is meg van bonyolítva, hogy pont nem látjátok, de itt van egy buy gomb. És akkor úgy túl, hiába kattingat, itt nem fog venni semmit. Ugye nulla, nem kell fizetni érte semmit. Bye. 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 Így. És akkor kiléppek, ide a fegyverhez, akkor már látjátok is, hogy 50 töltégyen van. És akkor... If you ever need to rest, there's a cabin in each outpost. I just had them refurbished last season. Pihenjük. Na, ezt viszont jól megcsinálták, hogy ezt nem kell fizetni. Eddig a pihenés 250 zsetó volt, amit tényleg nem értettem én sem. Egy 5 óra 44. Egy 45. Na. És akkor menjünk a kajálás részhez. Az itt. Bizonyám. Kövessük az utat.
És ez is fejlesztették ezt a GPS-t egyébként, mert... Mert akkor ugye mutatja az egyéb dolgokat, nyilakat, hogy mi merre van, tehát nyilvánlaposodik ez is. Régen volt egy ilyen klasszikus The Hunter, azért fizetni kellett. Ilyen lavidíjas volt a dolog. De valójában is meg kell venned a lövés, a vadász engedélyt, meg az ilyeneket. De ez már nem, ezt megveszed. És akkor... Hú, jaj, ez az álmas helyek. És akkor... Most még nem bántal. Na, itt nem tudom, hol vagyok. De itt szoktak kajálni. Most nem volt dörgés. Eset az eső szépen, de dörgés nem volt. Vagy valami.
Plug and Play-ből milyen folytatása? Tudom, ma az egyszer így végig van véve, az kész, van, nincs semmi folytatása. Az a hír időjárás, hát így azért csak pótnak meló. Érdemes-e megvenni ezt a gémet? Hát ha van sok türelmed, szeretsz hasonló játékokkal játszani, akkor érdemes. Akkor érdemes. Hopp, hopp. Leszeltem a partról jött. Milyen YouTube-osokat követek? Hát fel vagyok iratkozva rájuk, aztán nagy ritkán nézek videó Zsuzsi atya. VR. Hát számomra így ennyit, nagyon nincs idő nekem, hogy mindig jól. Akkor egy kajálok, vagy valami akkor benyomom aztán. Teó, ugye a Rainbow-s volt régen, és hát az is jó dolog, csak hát... Vízhez közel. Semmi. Na, ez más ödeségen. Zott, a hülye madár. Az nincs itt, aki hagyta ezeket a nyomokat. Meg van a Rainbow Six Siege 141-es szintű vagyok talán. Gold 4, Gold 3. Ugye lehet nagyon sokat nem játszottam vele, mert akkor jött ez a season csere akkor. Kaptam meg azt a rangot. Jó gyerekek, szerintem most így hirtelen ennyi lett volna ez a... Rá sem ment, hogy Exit Windows. Nagyon remélem, hogy mentettél, mert biztos, hogy hülyét kapok, ha nem. Ugye, megnézzük.
Hát igen, az eső az azt szerintem minden állatot elrejt. Elvek, hármas szint, minden van fölve. Ez megvan. Gyakorlatilag, hogy mi lesz, meg hogy lesz, azt nem tudom. Jó! Kérem szépen alásan, egy pár perc szünet, de maradjatok itt a YouTube-on, meg a Facebookot is figyeljétek, és visszatérek a Forma 1-jel, mindenkinek a nagy kedvencével folytatódik Oroszországgal a karrier. Nagyon remélem, hogy ott nem lesz olyan unalmas, mint Kínában volt, és egy izgalmas, hasonló futamot fogunk látni. Na, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és nézte a vadászatot, remélem, hogy ezt is élveztétek. Maradjatok továbbra is velem, nem sokára visszatérek, addig is legyetek jó, szevasztok!